Azért jöttünk össze, hogy bemutassuk önöknek, környékbeli lakóknak azokat az ültetvényeket, azt a programot, amit a Pilisi Parkerdő a Zsámbéki medence régi gyümölcsfajtáinak a megmentésére indított. Amikor pár évvel ezelőtt elindult ez a program, és kollégáim elmondták, hogy miben törik a fejüket, és miben kellene lépnie a parkerdő gazdaságnak, és ismételten elsőnek az erdőgazdaságok között, arra gondoltunk, hogy valamilyen érték megőrző programot kellene elindítanunk, útjára indítani, és kapóra jött 3 évvel ezelőtt Kovács Gyula, erdész barátunkkal való ismeretség, akit nem titkolom, kollégáim a televízióban láttak, és utána hívta föl őt vezérigazgató helyettes úr telefonon, hogy hogyan lehetne csatlakozni ehhez a programhoz. Értékmegőrzés, értékekről beszéltünk, örökségről beszéltünk. Amikor az ember azt a szót mondja, hogy örökség, akkor mindig az emberek nagy része valamilyen ingatlan, vagy valamilyen örökség, hogy mit örököltem, mi az, ami az a vagyontárgy, amihez a birtokába jutottam. Mi erdészek kristálytisztán tudjuk, hogy az, ami ránk van bízva, az is egy örökség, a leggazdagabb és a legnagyobb örökség a világon, az erdők vannak ránk bízva. Kicsit a mai napot is egy értékmegőrzésnek, egy örökség feltárásnak, egy örökség megőrzésnek gondoltuk, szántuk, amikor elkezdtük, és sose gondoltam azt, hogy ilyen népes fogadtatásra, ilyen sereglő embersereg fog egyszer egy ilyen programon részt venni. Van egy világhírű óra márka, a Philip Patek, és ennek van egy reklámja. Egy édesapa kézen fogva áll gyermekével, és a szöveg a következő, ez a karján látszik az órája, és a következő szöveg van ráírva, hogy valójában soha nem birtokolhatod, hisz megőrzésre kaptad a következő generációtól. Hát, hogyha ez igaz egy órára, akkor mennyire igaz arra az erdőre, arra a természeti kincsre, azokra a gyümölcsfákra, azokra az oltványokra, amelyek az önök segítségével megmaradhatnak a következő generáció számára is. Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé, mondta Böjte Csaba, ferences szerzetes. És hát valami hasonló történt a Pilisi Parkerdő ZRT-vel is, mert minek utána a vezetői elköteleződtek az ősi magyar gyümölcsfajták megmentése mellett, számos támogatóra leltek, hiszen odaállt melléjük Kovács Gyula, erdész pomológus, aki biztosította az első ültetvény számára a csemetéket, aztán támogatást tudtak szerezni a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, az Európai Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Alapból, a növényi gém megőrzésre szánt forrásokból, és hát persze segítettek önök, akik biztosítottak oltóvesszőket innen a Zsámboki medencéből. Azt mondják, hogy az embernek kétféle attitűdje lehet az életben. Az építés vagy az ültetés. Az építők munkája évekig is eltarthat, de egy nappal véget ér. Ezzel szemben az ültetők folyton küzdenek a viarokkal, az évszakokkal, és csak ritkán pihennek. Az épülettel ellentétben a kert fejlődése soha nem ér véget. És miközben állandó figyelmet követel a kertésztől, azt is lehetővé teszi, hogy az élet egy nagy kaland legyen számára. Kós Károly éppen 100 éve annak, hogy a Kalotaszegről írta, hogy egyszer majd jönnek erre keresni. Keresnek, de semmit nem találnak, pedig, mert akkor már minden tönkre megy, és pusztuló fejfák között régi templomok köveit pedig sírva hordanák össze. Nos, hát valahogy így, én is így voltam még jó 10 évvel ezelőtt is ezzel a magyar kárpát-medencei magyar gyümölcsészettel, hiszen az a hihetetlen fajta gazdagság, amit az atyáink, a nagyapáink számunkra megteremtettek évezredek alatt, hát gondoljunk csak bele, hogy az első körtefajtánk 1257-ből való az első almafajták, amiket a krónikák leírnak, 1100 körüliek. De nem láttam azt biztosítottnak,
még akkor sem, amikor az én gyűjteményemben már közel 1000 fajta volt, hogy lesz-e még valaki, aki ezt az értéket egyáltalán értéknek tekinti. Hát hál' Istennek lett. És azt gondolom, hogy ez most nagyon szép bizonyítéka annak, hogy mennyit jelent az összefogás, és egyáltalán, hogy mennyit jelent az, hogyha egyszer megpróbáljuk megismerni a múltunkat, a krónikánkat. Államtitkár úr Böte Csaba szavait említette, ugye ezzel kapcsolatban Berecki Máté ezt így fogalmazta meg, hogy a gyümölcsészet olyan, mint a szeretet vallása, megnemesíti az ember lelkét, mint ahogy megnemesíti az ember az átoltással a vadfát. Tehát itt azt gondolom, hogy csupa nemes lélek van, és az elmúlt 2-3 évben ez az egész hagyományőrzés, ez az egész hagyatékőrzés, hiszen ez nem csak a gyümölcsészetről szól, ez szól a gasztronómiánkról, szól az egész krónikánkról, az egész történetünkről, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, ezt kell megragadni. Szerte a Kárpát-medencébe, Csángóföldtől a Fölvidékig jelenleg 50-nél több ilyen ehhez hasonló, vagy ennél kisebb kis gyűjtemény van, ami kiki a saját közösségébe próbálja azt az örökséget megőrizni, amit atyáiktól kapott, és még inkább azt gondolom, hogy biztatóbb a jövő, hiszen csak az elmúlt 2 hetet nézem, éppen visszaszámoltam, hogy minden napra átlagosan jutott egy olyan megkeresés, ahol valaholnét a Kárpát-medencéből a Kárpát-medence magyarsága ezt a gondolatot próbálja kiki a maga módján továbbvinni, és hogy ez mit jelent a valóságban, hát úgy tűnik, hogy rövidesen talán a csíksomlyói hárosoltárnál is régi magyar gyümölcsfajták fognak ismét virulni, hiszen régen is azok voltak, tudtuk meg a plébános úrtól, de Mihály Eleknek, magyar valkónak, az 1800-as évek közepén élő nagy pomológusának, aki egyébként egy református tiszteletes volt, és annak idején a maga remébe egy páratlan kertet ültetett a kalotaszegbe, próbálják visszaállítani ezt az elkövetkezendő időbe. Magyar valkón a Telekdiek óriási gyümölcsöse, ami számomra a legnagyobb élmény volt az eddigi régi gyümölcsfelmérés során. Próbálják visszaállítani a régi fényébe, de éppen itt iskolakertektől kezdve különböző gondolatok mellett próbálják őrizni ezt a hagyatékot szerte a Kárpát-medencébe. És hát én arra biztatok még mindenkit, hogy ez, amit most eddig elértünk, ugye itt több mint 200 fajtát sikerült csak a Zsámbéki medencébe megőrizni. Az én gyűjteményemben a 2 évvel ezelőtti leltárom szerint 1600 régi magyar fajta van. Hogy mennyi van még, nagyon sok van, és arra biztatok mindenkit, hogy ez csak a kezdet, ez az első lépés, tehát kutassuk, próbáljuk megőrizni még, ami megmarad, hiszen ez már a nagy egésznek csak a töredéke, és próbáljuk ezt a tudást átadni, az oltást, egyáltalán a gyümölcsészetnek a tudását, hogy ne forduljon elő még egyszer az velünk, mint ami az elmúlt időszakban előfordult, hogy amit az őseink 1000 év alatt felépítettek, azt rökke 50 év alatt szinte teljesen majdnem sikerült lerombolnunk, mert aki múltját elveszíti, annak jövője nem lesz. Néhány héttel ezelőtt voltunk Kovács Gyula barátommal, Ambrus Lajosra hárman közösen egy rendezvényen a Szombathelyi Televízióban, és egy kérdésre Gyula azt válaszolta, hogy igen, Ambrus Lajos a gyümölcsészetről ír, Szarvas József beszél róla, én megcsinálom. És ennek ez a lényege. Én azt gondolom, hogy nagyon ritka a gondviselésről is ritka, egy olyan pillanat, az előbb már hallottuk, hogy milyen nagy és milyen könnyen ható gondolattá lett
a tündérkert mozgalom, hogy milyen könnyedén jött létre az a pillanat, hogy én megismerkedtem Kovács Gyulával, Ambrus Lajossal, V. Németh Zsolttal és a többi barátainkkal, akik jó akarattal, jó szándékkal fordultak ehhez a kérdéshez, ehhez a szépséghez, amit megjegyzem teljesen véletlenül, majdnem kétségbeesésben találtam ki, hogy legyen ez tündérkert mozgalom. A kétségbees is mélyen idézőjelbe tenném. Én azt hiszem, hogy az áldott pillanat, amikor ez a fogalom, amit nem lehet levédeni tekintettel arra, hogy Móricz Zsigmond szépen megírta ezt és kitalálta magát a szót, nyilván még régebbi, de hogy ennek a pillanat akkor történt, amikor 2009-ben Viszákon, egy kis faluban, egy fogyó, és nagyon fontos, hogy egy fogyó, ahogyan a gyümölcs hagyatékunk fogynak falvaink, és fogy vele együtt a kultúránk. Minden más, amit elejénk fölhalmoztak, mi most szépen elfogyasztjuk. És abban a pillanatban, amikor ez megszületett a tündérkert Viszákon, a következő gondolat mentén született meg. Mentsük el Kárpát-medence valamennyi őshonos, oltott gyümölcshagyatékának viszáki epizódját. Úgy, hogy minden Viszákon elment egy gyümölcshagyatéknak viszáki, illetve Viszákról elszármazott gyermekgondnoka van, és minden esztendőben annyi gyümölcsfát mentünk be a kertbe, ahány gyermek előző esztendőben a faluban született. Így kezdtük el. Vagyis én magam jó néhány esztendőben tellett, mire megértettem azt a mentési gondolatot, amit Gyula képviselt már korábban, hogy felelősen forduljunk oda, álljunk bele felelősen, helyezzük gondosság alá azt a gyümölcsfát, és szándék mentén. Mert azt gondolom, nincs kétségem, hogy szándék mentén pusztultak ki, vagy szándék mentén fogynak falvaink, a vidéki kultúra, és szerintem még tovább fogynak a gyümölcsfák is. És most nyilván egy olyan időszakot élünk, amikor hála jó Istennek, én magam tehetek azért, hogy ebben a fogyást valamilyen módon személyemben megállítsam. Amit én tehetek, azt én megteszem. És ha szerencsénk van, akkor a gyümölcs hagyaték és a kulturális hagyatékunk együtt fog szándék mentén újra fölfejlődni. Szándék mentén. Én ennek személyemben felelőse vagyok. Nem csak azért, mert színész vagyok, mert azt gondolom, hogy a művészet a kultúránknak egy része. Ott elfoglalom ennek a kultúránknak egy részét, és amikor a gyümölcsészettel, vagy a tündérkerti gondolattal foglalkozom, elfoglalom egy másik kis epizódját is. De azt igyekszem elfoglalni, és felelősen. Örülök, hogy itt lehetek, mert hivatásom az új gyümölcsfajták vizsgálata mellett most a szenvedélyemnek hódolhatok a régi gyümölcsfajtáknak. Másrészt megtisztel, hogy itt lehetek, mert családi szálak kötnek ez a tájhoz, budakeszin élek, ahogy említették az előbb. Miért érdemes foglalkozni gyümölcsfajtákkal? Az én tapasztalatom szerint leginkább azért, mert egy táj gyümölcsfajta kínálatában és még inkább egy-egy tájfajtában egy táj tükröződik, annak a kulturális új lenyomata. A fajtának az igényei, tulajdonságai visszatükrözik annak a környezetnek az éghajlati adottságait, amik között a fajtának sikeresnek kell lennie, és az igényei, egyéb tulajdonságai pedig azt a kertészeti kultúrát, ami azon a tájon meghonosodott. A Zsámbéki medence sorsa jól példázza talán az egész Kárpát-medence sorsát is. Mindnyájan jól ismerjük és szeretjük ezt a lankás domvidéket, amit Zsámbéki medencének hívunk. Ha csak végig gondolunk az itt lévő települések nevein, Őrs, Jenő, Keszi, már a honfoglalástól kezdve települések létesültek itt, laktak ezen a környéken. Aztán alaposan átalakult ez. A történelem viharában, a hódoltság korában számos település eltűnt. Aki Buda felől érkezett, eljött például Buda-Szentlőrinc Pálos Kolostor romja mellett, és a hódoltság után új népek is érkeztek. Német nyelvszeletről bajorok, svábok, tótok, és hamarosan már három nemzetiség lakta ezt a vidéket.
egymás kertészeti gyümölcskultúráját kölcsönösen gazdagították. Számomra a zsámbéki medence sajátosságai közül az egyik legfigyelmeméltóbb, hogy a világon számos helyen élnek mellett, egymás mellett népek évszázadok óta, és hagyományosan évszázadok óta hadilában állnak konfliktustól terhelt az egymás közelében való élés is. Itt a zsámbéki medencében egészen a világháborúig a sváb és magyar falvakban a hasonló korú gyerekeket, a hasonló helyzetű családok egy évre kicserélték. 8-10 éves kor körül a budakeszi sváb gyerekek mentek magyar faluba Pátyra, és érkezett a Pátyról a magyar gyerek Budakeszire. Így tanultak meg svábul, magyarul a más nemzetiségű gyerekek. Fantasztikus. Egy-egy család a legnagyobb kincsét, a gyerekét bízta rá a másik népre, bízva, hogy ez akkora haszna lesz neki. El fogja sajátítani az ő gazdálkodási kultúráját. Biztos vagyok benne, hogy ez a gyümölcs kultúrára is nagy mértékben hatott. Sokat tanultak, egymástól gazdagították kölcsönösen egymás kultúráját. Ahogy én a gyerekkoromra visszaemlékszem, keresztanyám, nagymamám perbáli volt, ott svábok, tótok, magyarok éltek együtt. Ha a gyerekkoromban nem akarták, hogy értsem, hogy miről beszélnek, nicht vor die Kinder, akkor svábul beszéltek. Amikor elkezdtem németül tanulni, akkor óvatosabbak voltak, akkor tótul beszélték meg a fölnőttek ugye itt egymás között. Ott teljesen természetes volt, hogy paraszt asszonyok, gazdák három nyelven beszélnek. Az lett volna furcsa, hogyha valaki nem érti meg a másikat a faluján belül, és ez tükröződik abban, hogy egy-egy fajtának a nevezen a környéken a három nyelven is fennmaradhatod, ezekre majd mondok példákat. Például itt van kitéve a csörgőalma, ugye a magyaroknak csörgőalma, német nyelven Kantapfel. Adok is körbe egy almát, nem tudom, hogy hallatszik-e, de körbe adom, és mindenki csörgesse meg a füle mellett, ellenőrizzenek, hogy valóban csörög-e a Kantapfel. A történelem viharai mellett más is alaposan átalakította a zsámbéki medence képét. Ez a filoxéra volt, az emberi kapzsiság hozta be Európába, végigpusztította Európa szőlőit. Ezen a vidéken két húzó ágazata volt a gazdaságnak, az állattenyésztés és a szőlőtermesztés. A szőlőtermesztés gyökeresen átalakult ennek a nyomán. Lehet látni a tájházban készült fényképen, hogy próbáltak védekezni a filoxéra ellen sokféle módon, a technológiát kellett váltani. És a pusztuló szőlőkbe egyre több gyümölcsfa került. Rendeleteket is ismerünk, amikor próbálták korlátozni, megakadályozni, hogy a gyümölcsösök hely, vagy a szőlők helyi gyümölcsösök váltsák fel. Nem lehetett megállítani ezt a folyamatot. Ugyanis a filoxéra mellett még az akkoriban, a múlt század fordulón a Budapest székes fővárosnak a piaca is egy gyümölcstermő tájat hívott életre Fejér megyében, a zsámbéki medencében. Ide példaként elhoztam az 1959-es gyümölcsfaállomány felmérést. Egy ilyen pontos felmérést próbáltak készíteni még 1895-ben, ezzel a keleti Károly-féle statisztika, de akkor elterjedt a gazdák között a hír, hogy a kormány egy új adót akar kivetni. Mindenki annyi gyümölcsfát tagadott le, amennyit csak bírt. Tehát azokról a számokról csak annyit tudunk, hogy annál biztosan több gyümölcsfa volt valamikor. 59-ben viszont katonai szervezettséggel szinte hadműveletszerűen hajtották végre a gyümölcsfa számlálás, jártak portáról portára, kertről kertre. Én ezt a nagy számháborút próbáltam egyszerűsíteni. Ami számomra a legdöbbenetesebb, a budai járásban 59-ben több mint 2 millió gyümölcsfa volt. És hogyha ebből kivesszük a gyümölcsültetvényeket, akkor is több mint 1,5 millió gyümölcsfa volt, javarészben szőlő között és házi kertben. Micsoda gyümölcstermőtáj volt itt. Csak budakeszi példájára leszűkítve, 1895-ben körülbelül 9000 gyümölcsfát számoltak, akkor úgy gondolom, hogy lehetett 20000. 59-ben már közel 40000 gyümölcsfa volt a településen. Egyedül a 37-38-as évben 2000 gyümölcsfát ültettek el az itt lakók. Az előző képen is jól lehetett látni, hogy az utcák vonalát, az udvarák vonalában a régi fényképeken mindenhol a gyümölcsfák koronája emelkedik ki. Mik voltak a legjellemzőbb gyümölcsök? Az őszi barack talált itt új hazára. Gondoljunk csak Budaörsre, ők a nemzeti fajtajegyzékre is adtak annak idején fajtát, a mariska őszi barackot, vagy cseresznyére, megyre, solymári, hosszúszárú. Annak idején a nemesítőknek elég volt végigjárni a szőlőket, kerteket is, kész fajtákat emelhettek ki ebből a gazdálkodási kultúrából, és természetesen alma, körte, cseresznye, dió. Én a körtét emelném ki,
az 1800-as évek végén írták le pomológusok, hogy Budakeszin élt egy szokás, az özvegyeknek a jussa a körtefa termése volt, és a sárga baracki. Micsoda értéke lehetett a körtének, hogy ebből egy üzletasszony meg tudott élni. Ha most valakinek van ideje és végig sétál a régi utcákon, még lehet látni, hogy az utcafront felüli első szobával szemben van ültetve a körtefa. Úgy ott laktak az öregszülők, szemmel tudták tartani az utcát is, és a körtefát is. Állítólag akkoriban minden asszony azon igyekezett, hogy minél több körtefa kerüljön a kertbe. A háborúleti leírásban említik, hogy itt az utcákat hagyományosan diófák szegélyezik. A képes lapon a Nussbaumgasse, a diófa sétány látható. Például én élek a Rákóczi utcában, az utcákon is még rengeteg öreg, fiatal diófa található, és ami szinte teljesen eltűnt már a kertekből, a szederfa, aminek annak idején olyan lekvárt készítettek belőle, amit még gyógyításra is használtak. Ugye annak a selyemhernyó tenyésztéshez jó volt a levele, a gyümölcsét ehették a gyerekek, és amit a gazda szerett össze, abból még talán pálinka is készült. Ez a felvirágzó gyümölcskultúra új fajtákat is becsologatott. Én a paraszti kultúra nagy értékének tartom, hogy nem volt konzervatív, elzárkozó, befelé forduló, minden új dolgot fogadott, megszűrt, megemésztett, és amit hasznosnak, jónak ítélt, azt a saját képére formálta és befogadta a gazdálkodásba. A bal felső képen lehet látni a császárkörtét, alatta a nyári kálmánt, Napóleon vajkörtét, cukorkörtét. És csak egy példát említenék meg, hogy ami a magyar emberek számára totyakörte volt, azok a németek számára placsnipirn. Ebben az időszakban került be a kertekbe az aranyrenet, rozmarin, pogácsalma, fontalma, és a jonatán, ami talán egy korszakváltást kezdetét is jelentette a gyümölcstermesztésben, ez Schaufnosen. Ezen a tálon láthatják, ugye ez, Jenő bácsi segít nekem, az a bárányor, nem? Kosor. Ugyanez a tótoknál Konciárka, hegyesedő, elvékonyodott lent, a magyaroknál Lánycsecsű. Tőlünk nyugatabbra számos régi könyv, írás maradt meg az 1600-as évektől kezdve gyümölcsfajtákról. Nálunk ugye a folyamatosan érkező felszabadító baráti hadseregek rendszeresen érkeztek. Hát az elmúlt évszázadban 50 évente jöttek az országba, ami mozdítható volt, vitték, ami nem volt mozdítható, rombolták. Nálunk ilyen szép kódexek nem maradtak meg, de az élő gyümölcsfák itt vannak. Ők meg tudják nézni képen, mi a kertjeinkben. Téli piros pogácsa, pogácser, opfű, pogácsa, a pogácsalma. A mi utcánkban is van még egy kert, ahol egy gyönyörű öreg fája van, maga a fa is díszértékkel bír, lapos ernyő alakú a koronája, jó érzés elmenni mellette minden este, és az ott lakók mesélték, ők a kitelepítés, betelepítés során kerültek ide, hogy kitelepítés után több évtizeddel a régi sváb család visszalátogatott. És a legelső dolog, amit kerestek a szülői háznál, a gyümölcsfák voltak. És megérezték, hogy megvan az egyik pogácsa, ropfű, de a másik hiányzik, azt kivágták. Rétesalma vagy strudel apple, ez a balról a harmadik tányéron lehet látni. Ugye kemény savas alma, a neve is elárulja, hogy mire használták. És amiről még megemlékeznék, ez az ananász kajszi és a slukedli szilva. Itt a háziasszonyok többféle módon raktak el lekvárt, ismert volt olyan módja is, amikor cukorral hidegen kikeverték a lekvárt. Ez egy 10 órás kevergetést jelentett. Volt, aki úgy tette el, hogy leforrázta a kajszi baraszkot, hogy a héjától mentes legyen, minél szebb színe legyen a lekvárnak, ez fontos volt. Nem csak finomnak kellett lenni, hanem szépnek is. Egy igényes gazdálkodás. És ezután dolgozta fel, és van, aki hámozás után megcukrozta, és állni hagyta egy estére. Az ananász kajszinak a húsa nem barnul be, nem oxidálódik. Nagyon szerették a solymári svábasszonyok az ananász kajszit. És ami számomra még csodálatra méltó, hogy a kajszi barackot a gyümölcsfák között érzékenyebb fának tartjuk, rövidebb életűnek. Ugyanakkor itt Budakeszin nem egy hideg, kötött talajú völgy, tehát a tankönyvek szerint alkalmatlan a kajszibarasz termesztés számára, 80 éves kajszifákat lehet találni, hogyan.
a régi öregek, ha jól tudom, itt Budakeszin Fleckenstein bácsi volt az oltóember, már a család sincs meg, ő a Slukedi Szilvára oltotta a kajszi baraszkot. Ugye a Sluker az berugott embert jelent, a Slukedi Szilvából jó pálinkát lehetett főzni, és a másik nagy haszna volt, hogy hosszú életű oltványokat adott, mert a gyökere jól alkalmazkodott a talajhoz. Ez is jól példázza, hogy mennyire fontos volt, hogy egy-egy közösség megismerte a táj adottságait, és a gyümölcsfákat ehhez szelektálta, válogatta össze. És végül zárszóként összeszeretném foglalni, hogy milyen nagy lehetőségek, potenciálok vannak a zsámbéki medencének a régi gyümölcsfajtáiban. Falusi turizmusról, genetikai értékekről nem akarok beszélni, mert ezek már talán elkoptatott címkék. Én a folytonosságot tartom a legnagyobb értéknek. Folytonosság, mert ezek a fajták még ott vannak a kertekben, nem génbankba kell elmennünk érte. Nagyon fontos a génbankok munkája, de itt még a saját kertjeinkből szedhetjük össze a fajtákat. Folytonosság a tudásban is, mert itt van még az az előttünk járó generáció, aki ezeket a fajtákat oltotta, ültette, ismeri, hogy mik az igényei, mire alkalmasak, el kell menni hozzájuk beszélgetni és megtanulni tőlük ezt. Ugyanakkor ez a sokszínűségnek is több szintjét mutatja, hogy egy-egy ilyen házi kertben nem csak sokféle fajta van, hanem ezekben a gyepes, füves, kapált kertekben nagyon sokféle életközösség is él együtt, és legvégül én úgy gondolom, hogy egy gyümölcsös kert a ház körül, vagy a szőlőben a legnagyszerűbb hely arra, hogy a gyerekek szülői mintát kapjanak arról, hogy munkára neveljük őket. Egy iskola rengeteg szakismeretet adhat át, munkára nevelni a családban tudnak. Én Budakeszin inkább már úgy fogalmaznék, hogy nagyszülői és dédszülői mintákat tudnak, láthatnak a gyerekek a kertben. És egy búcsúkép, hogy miért jók ezek a régi fajták, a csörgőalma. A saját tapasztalatom, egy gyerek nagyon élvezi, hogyha az almát nem csak a vitamin miatt kell lennie, különleges színe van, fekete és piros, a húsa is pirosodik, még zörög is az alma, és puha édes. Tehát sok örömet rejt ez a téma számunkra, remélem, hogy tovább tudjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát van, akivel most már több egyszer találkozunk. Először a már meglévő ültetvényünkről szeretnék mondani pár szót. Abban 4 faj szerepel, és mint Kovács Gyulától származik. Almát, körtét, szilvát, illetve cseresznyét ültettünk a már meglévő közel 3 hektáros ültetvényben. Ennek a területnek eléggé köves, meszes talaja van, így aztán lúgos kémhatású 8-as, 8 és feles a pH-ja. Igazán a cseresznye szereti ezt nagyon, a szilva is, mint csonthéjas, eléggé el van rajta. Az alma jól fejlődik, a körtén érződik, hogy ő azért szeretne egy kicsikét más körülményeket, de ettől függetlenül meg vagyok vele elégedve. A különböző távolságokra ültettem természetesen, az almát 5x5-re, a szilvát, illetve a körtét 6x6 méterre, és a legnagyobb sor, illetve tőtávolságot a cseresznye kapta, ez 7x7 méterre lett kialakítva. Mivel a terület egyik felén lucerna van, amit meg is hagytunk, azóta is folyamatosan kaszálja az erdészet, és ez vattakarmányozásra lesz felhasználva. A másik felét viszont telepítés előtt feltárcsáztuk, és aztán elsimítottuk. A gödröket gépi gödörfúróval alakítottuk ki, a gödrökbe adtunk aztán trágyát, hát ez egy olyan jó 15 kilónyi trágyát jelentett minden gödörbe. Telepítés közben, illetve telepítés után természetesen ezeket a fácskákat meglocsoltuk, és utána is rendszeresen időjárástól függően körülbelül 20 liter per fa mennyiséggel locsoltuk. A télire a tányérjukat trágyával, illetve aprítékkal takartuk le. Ezt a közel lévő arborétumból hozzuk, zöme, tehát általában fenyő, de kerül bele más fának is az aprítéka. Ennek az a célja, hogy a talajt nedvesen tudjuk ennek a segítségével tartani, vagy legalábbis tudjuk egy kicsit a kiszáradását gátolni. A másik pedig a téli takarás, ugye egy kicsit a fagyok ellen védi a gyökérzetet. A tél végén azóta is
metszük ugye a fákat, pontosabban hát ezt most egyelőre én végzem, mert még kicsikék a fák, úgyhogy végig tudok menni egyedül is az ültetvényen. Azok a fák, amelyek most már a harmadik évüket, ugye 2011 tavaszán telepítettük le az elsőket, azok a fák, azok most már formás kis koronácskával rendelkeznek. Voltak olyan fácskák, amiket tavaly telepítettünk, hát ezek még legnagyobb részt csuhángok, de következő év tavaszán megpróbálom a koronájukat kialakítani, attól függően, hogy most idén mekkorát nőttek, mennyire fejlődtek. A öntözésről szóltam, az idei 40 fokos perzselő szárazság az nagyon erősen megviselte a fákat, úgyhogy köszönöm az erdészet dolgozóinak, hogy nagyon-nagyon lelkiismeretesen gondozták ezeket a fákat. A mostani gyűjtésből származó körülbelül 160 nem fajta, hanem egyszerűen csak azt tudom mondani, hogy körülbelül 160 fáról eredtek meg az oltások, hogy miért nem tudok fajtát mondani. Részint azért, mert voltak olyan fajták valóban, amelyek többször ismétlődtek. Így például rengeteg húsvéti rozmaringot, vagy régi Jonatánt kaptam, vagy Kálmán körtét, papkörtét, kifferkörtét, vagy Germersdorfi cseresznyét, vagy esetleg úgy kaptam, hogy Germersdorfi jellegű cseresznye. Tehát ezekből nyilván több példány is áll a rendelkezésemre. Illetve nagyon sokszor csak úgy kaptam, hát ugye akiknél ott voltam, tudják, hogy mindenkit kikérdeztem, hogy mikor érik, milyen színű, hogy használják fel. Tehát nem tudjuk egyelőre a fajtának a nevét, de majd amikor elkezdenek teremni, és ezeket a tulajdonságait tudjuk nagyon pontosan jegyezni, dokumentálni, akkor reméljük, hogy meg tudjuk a fajtát is határozni. A rendelkezésünkre álló terület nem egész 2 hektárig bővíthető, ennek egyik részén kezdjük most el a telepítését. Mondom, ezzel a körülbelül 160 fáról származó szaporítóanyaggal, és hogy hány fával fogjuk befejezni, ez csak is önöktől függ. Hány helyre mehetünk még ki, hány helyről kapunk felajánlást, hány helyről tudunk szaporítani. Köszönöm szépen. Engedjék meg nekem, hogy magam és a parkerő csapata nevében, tehát azt hiszem mondhatom azt is, hogy az önök nevében is, akiket Andrea meglátogatott, és akik segítették ennek a gyűjteménynek a létrejöttét, és a kezdő munkálatoknál is részt vettek. Az önök nevében is megköszönjem ezt a munkát, Andrea, neked, és fogad el tőlünket. Köszönöm. Bekopogtam az öreg bácsikhoz, nénikhez, és mondtam, hogy szeretnék kérni 2-3 szemet. Olyan boldogan hozták ezeket a régi körteszedőkosarakat a hosszú póznal, mire ráteszik a tetejére, és avval szedték le nekem ezeket a szép gyümölcsöket. Nem csak körtét meg almát hoztam, hanem diót is. Itt elhangzott már a Nussbaumgasse, ugye mi most a Széchenyi utca, ami végig diófákkal volt tele. Ilyen csodálatos, hatalmas, nagy diók találhatók ott, és a Nussbaumnal egy hosszú rúddal verték le, és mintha ha valaki ismeri a Széchenyi utcát Budakeszin, tudja, hogy nagyon meredek a felső része. Hát, hogy ne guruljon le az alsó szomszéd a dió, fadarabokkal elhatárolták az utcát, és ott szépen megállt a dió, és akkor ott összeszedték. De mire is használták ezt a sok gyümölcsöt? Ugye tudjuk, hogy a budakeszi svábok nagyon gyakorlatias, mondhatni spórolós emberek voltak, tehát mindent felhasználtak, mindent megmentettek. Ugye a legfontosabb dolog volt, ami ez a nagy kanál, hoztam illusztrációkép, mivel szilvalekvár főző üstöt nem tudtam behozni. Ugye a szilvalekvár, amit nagy mennyiségben készítettek, ugye ezt egész nap keverni kellett. Az okosabbak azok ilyen keverő szerkezetet is csináltak hozzá, hát akinek nem volt, ez a kanállal keverte, és utána ilyen hatalmas, nagy mázas csuprokba tették, és nem is kellett igazándiból lefedni, egy kis pergamen papírral befették, és ez éveken elállt. Olyan sokáig, hogy amikor én kiköltöztem Budakeszire, és régi befőttes üvegeket kerestem, akkor a férjem nagymamájának a konyhájában találtunk egy régi-régi üveget, és mondta, jaj, hát ezt még az Omi rakta el, de Omi akkor már 15 éve halott volt, és szilvalekvár, mert teljesen jól felhasználható volt a barát füléhez. Hoztam egy kis kóstolót is, majd utána egy kicsit meg is lehet kóstolgatni a lekvárokat, meg a befőtteket. A körtéből, almából és szilvából egy kifejezetten különleges vegyes lekvárt készítettek ilyenkor ősztáján, ahogy fogalatosan ért, vágták bele a
a gyümölcsöt, és ebből egy őszi vegyes lekvár volt. De az igazi lekvár, amit már szó is volt róla, az a sárga barack lekvár. Ugye azt nem üstbe keverték, hanem ilyen hatalmas nagy vaslábasokat tettek a sparhátra. Az azért volt jó, mert nem égett le benne a lekvár, tehát eléggé biztosan működött. A körte az inkább befőttnek volt. Az almát ugye eltették télire, amelyik olyan volt, hogy télálló volt, és a cseresznye meg a megy, az szintén a befőttnek készült. Volt egy különleges cseresznye, és én nem tudom, én ugye múzeumpedagógus vagyok, és se nem kertész, se nem erdész, de úgy tudom, hogy fehér cseresznye volt itt Budakeszin, nem tudom, hogy ezt ismerik-e, aminek azért örültek az emberek, mert ugye nem lehetett eltárolni nagyon hosszan, tehát nem tudták elvinni a piacra, nem mindig főzték be, tehát a csemege, csemegének hívták, mert ez a különlegesség volt, amit rögtön meg lehetett enni, nem kellett eltárolni. Úgyhogy az még nagyon, azt, hogyha esetleg vissza lehetne hozni, hát nagyon jól lenne. Egy-két dolgot még szeretnék mutatni, aztán majd a közeleg jönnek, akkor megnézhetik. Ugye így tették el régen a befőttet, tehát voltak ezek a szép régi befőttes üvegek, és ugye nem volt celofán, szalicil az már volt, azt használták a tartósításhoz, hanem a celofán helyett úgynevezett pergamen papírral fették le a befőttes üvegeket, és vékony spárgával kötözték meg. A pergamen papír mellett használták a marha hólyagot is, amit vízbe vagy tejbe áztatták, először kiszárították, persze kimosták, vízbe, tejbe áztatták, és rá lehetett feszíteni az üvegre, és ugyanígy madzaggal tették körbe. Meg kell még említenem a bírsalmát, amit hoztam így dekorációképpen, ami többféle dologra használták, lekvárt készítettek belőle, de Budakeszin készült bírsalmasajt is, amit most sajnos nem tudtam hozni kóstolót, mert még nem olyan érett a bírsalma, hogy bírsalmasat lehetne belőle csinálni, de ahogy itt én kiraktam, kiratták a szekrény tetejére is, és hogyha visszaemlékeznek arra esetnek, hogy nagyszüleik, dédszüleik házába bementek, mindig finom alma, meg bírsalma illat volt a szobában. Ez azért van, mert a szekrény tetejére tették az almákat, és ez az átható finom gyümölcs illat ott lennegezett a szép régi bútorok között. Milyen eszközökkel tudja segíteni a minisztérium azoknak a gazdálkodóknak a munkáját, akik hagyományos gyümölcstáj fajtákat őriznek meg és szaporítanak tovább? Működik egy támogatási rendszer az Európai Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Alap segítségével. Az Európai Unió egyébként 80%-os támogatást ad ehhez, amelyet 20%-kal kell kiegészíteni a magyar államnak, illetve a kedvezményezetnek, aki állati, illetve növényi területen gémmegőrzést végez. Ez olyan 2,6 milliárd forintnyi hétesztendőre, és hát ebből a támogatásból részesült például a Pilisi Parkerdő ZRT is. A megőrzésnek egyébként több fajtája is van telepen, mint hát itt is történik, vagy az eredeti helyén, amit legalább annyira, ha nem jobban szeretünk. Tehát működik ilyen támogatási rendszer. De ez csak a gémmegőrzési része. Úgy őszintén én örülnék annak, hogyha ennél tovább mennénk, és nem csak valami tudományos érték lenne, valamiféle kuriózum, valamiféle régi gazdálkodási relikvia, ez az ősi tájfajta kincs, hanem visszaépülne a mindennapjainkban, és hát egyfajta vidékfejlesztési eszközzé is válna. Ezért aztán a vidékfejlesztési forrásokból, így például a LEADER támogatási keretből számos ilyen kertet is támogattunk, a hozzákapcsolódó tevékenységeket, a feldolgozását akár ennek a gyümölcskörnek kategóriának, tehát többféle támogatás is működik. Ezeknél a tájfajtáknál, mint az előadásokból is lehetett hallani, ez a hatalmas fajtagazdagság megakadályozza azt, hogy nagy tömegű terméket lehessen előállítani. A mai globális élelmiszeriparban, kereskedelemben azonos minőségű nagy tömegre van szükség. Ezért én nem azt várom ezektől a fajtáktól, hogy ezért külföldre lehessen vinni. Hát például jelentős része nem szállítható. A gond pont az velük, hogy nem arra akarják használni, amire kellene, és nem azzal hasonlítják össze, amivel kell. Az őseink nagyon jól tudták, hogy melyik fajtából kell aszalványt készíteni, melyikből lesz lekvár, melyikből szörp, melyik jó frissen is elfogyasztva, melyiket lehet elrakni télire, és melyiket nem, és melyik az, amelyiket még a Jóisten is pálinkának teremtette. És hát a legtöbbségének egyébként az az előnye, hogy egy szem permetszert sem kíván. Tehát én a helyi
gazdaságban, a vidékfejlesztésben, a falusi turizmushoz kapcsolva látom ezt, illetve egyáltalán a családok életében egy minőségi változásként, hogy újra legyenek a környezetünkben gyümölcsfajták, és azokat tudjuk hasznosítani mindegyit arra, amire való. A Pilisi Parkerdő vezérigazgatójától kaptunk az év elején egy levelet, amiben arra kért minket is, hogy hirdessük meg a helyi újságban és a helyi információs csatornákon keresztül. Van egy ilyen lehetőség, hogy a Zsámbéki medencében őshonos gyümölcsfákból szeretnének kialakítani egy kis ültetvényt, és aki ebben partner szeretne lenni, az csatlakozzon hozzájuk. És akkor mi nagyon megörültünk ennek a lehetőségnek, mert a hagyományőrzésnek az is egy formája, hogyha a tájegységhez tartozó gyümölcsfák tovább élnek. Közzétettük a helyi újságban ezt a felhívást, az internetes honlapokon is megjelent, és én is nagy örömmel tapasztaltam azt, hogy milyen sok budakeszi jelentkezett erre a felhívásra, és itt, ahogy az előadáson is elhangzott, ez a kis ültetvény a Zsámbéki medencében őshonos fákra, a gyümölcsfákra vonatkozik, de a legtöbben budakesziről jelentkeztek, és Budakesziről vitték el a legtöbb oltóanyagot, és sok gyümölcsfa onnan származik, és én ennek nagyon örülök, és hát biztos látjátok ti is, hogy milyen szép kis új ültetvény került itt kialakításra Budakeszi határában. Mennyire léptek 24. órában, hiszen ezek a régi gyümölcstájfajták előbb-utóbb elvesznek, hogy mennyire fontos ez, hogy ezt most a Pilisi Parkerdő ZRT-nek és a lakosoknak köszönhetően sikerül megörökíteni és továbbvinni a következő generációknak. Nagyon fontos. Az, hogy mennyire 24. óra, én azt gondolom, hogy végre, hogy ez most megtörtént, és ezt az egész ötletet a Pilisi Parkerdő kitalálta, felvetette és végrehajtotta, és mi a magunk erejéből, amivel tudtunk, abban segítettünk, és segíteni is fogjuk. Nagyon fontos a hagyományőrzés, és mint ahogy említettem, nem csak a kultúra minden területén, a gasztronómia és az építészet és egyéb területeken, hanem bizony a kertészet területén is ez egy nagyon fontos érték, és én ennek nagyon örülök, ami ma itt történt, és nagyon gratulálok a Pilisi Parkerdőnek. Hogyan fog kinézni a gyümölcsfák sorsa, amit a mai napon, részben a mai napon, részben pedig korábban ültettek el itt ezen a területen? Neveljük őket természetesen nagyon gondosan, és amikor termőre fordulnak, na erre több tervünk van azért, hogy mit fogunk kezdeni a gyümölccsel, onnantól kezdve egy esetlegesen gyümölcslé, asszalvány, pálinka, nyers gyümölcs, friss fogyasztásra, ezek még nem kiforrottak. Vannak olyan fáink, amiket eleve olyan céllal ültetünk el, hogy pár évig csak tovább neveljük, és akkor utána kiültetjük vadföldekre azért, hogy természetes takarmányt nyújtsanak az állatoknak, meg vannak olyanok, amelyek erdészházakhoz kerülnek, tehát az ott lévő erdészekhez adjuk ki őket. Ott mondjuk jobban tudjuk követni a sorsukat is, mint a vadföldeken. Hogyan néz ki ez a technológia? A lakosságtól kaptak oltóvesszőket, és abból készítenek mit is pontosan? Oltványokat, tehát kész csemetéket, de nem mi, egyelőre nem mi, hanem leküldtük Kovács Gyulához, ugyanis őnála vannak olyan körülmények, tehát például fűthető fólia, illetve üvegház, ahol ő az alanyokat tudja hajtatni télen, és a már meghajtatott alanyokra oltja rá ezeket a oltóvesszőből származó 2-3 rügyes oltócsapokat, amiket mi leküldünk nekik. Beszélt azokkal a lakosokkal, akik oltóvesszőket küldtek a Pilisi Parkerdő ZRT részére. Ők hogyan viszonyulnak ez a mai faültetéshez? Tehát, hogy nem tudom, megvan bennük az a szellem, hogy mégis, hogy valamilyen szinten nekik ez közük van, és hogy gondoskodni próbálnak felettük? Borzasztóan. Akkora szeretettel találkoztam, hogy én nem is hittem volna. Se azt, hogy ennyien jelentkeznek, se azt az örömöt, ahogy fogadtak minket. Folyamatosan utána is hívtak, hogy sikerült-e, mit tudok az oltványok sorsáról. Nagyon sokan felajánlották. A mai napra is hoztak termést, gyümölcsöket, hogy lám az ő fájukon ezt termet. Felajánlották, hogy fényképezik a fát, dokumentálnak, civil szervezetek alakultak erre a célra, hogy nyomon kövessék az anyafáknak a sorsát. Úgyhogy én meglepődtem, és nagyon-nagyon örülök neki. Ön az egyik legnagyobb támogatója a Tündérkert programnak. Miért tartott ez fontosnak annó 2009-ben, hogy ezzel kapcsolatban hallassa a hangját?
Mert megismerkedtem a legnagyobb támogatóval, Kovács Gyulával, 2002-ben Porszombaton, és akkor én nem nagyon tudtam, hogy miért mondja el nekem mindig, amikor találkoztunk, hogy és mentsük el Kárpát-medence valamennyi őshonos gyümölcs hagyatékát, közösség erősítő szándékat. Így, hogy minden szó fontos benne. És nekem kellett hozzá legalább 7 esztendő, mire megértettem, hogy igen, el kell menteni Kárpát-medence végtelen fajta gazdagságú őshonos gyümölcs hagyatékának minden egyes epizódját. És a 2009-ben ebből az lett, hogy mi Viszákon, azt hiszem, hogy ebben a gondolatban elsőül megalapítottuk a tündérkertünket, ahol minden gyümölcsfának viszáki gyermekgondnoka van, és minden esztendőben annyi gyümölcsfá bennünk be a kertbe, ahány gyermek előző évben a faluban született, és akkor azóta viszont már Kárpát-medencei mozgalomról beszélhetünk, tekintettel arra, hogy ma már több mint 60 tündérkert van Kárpát-medencében. És azt lehet mondani, mint hogy ön is előbb említette, hogy egy igazi közösségépítő program ez a tündérkert, mert hogy az embereket összehozza, gyermekgondnokaik vannak a különböző fáknak. Hát hogyne? Mert hiszen ha arra gondolunk, hogy mennyi minden kapcsolódik a kultúránknak, hány szegmense, pillanata, epizódja gyümölcsfához, kezdve az aszalástól, a lekváron keresztül, a süteményen át, a költészeten keresztül, tehát beszélve az egész életünket, sőt, hogy Gyula azt is mondja, hogy volt olyan a első világháború, második világháború között, vagy környékén egy falu, amely egész évben csak a gyümölcsből élt meg. Tehát ha ez igaz, akkor azt mondom, hogy azzal, hogy mentjük kárpát-medencei gyümölcs hagyatékunkat, azzal mentjük a saját kultúránkat is. Tehát akkor, amikor én a gyümölcsfáról beszélek, én a kultúránkról beszélek, a megmaradásunkról beszélek, arról beszélek, amiért érdemes reggel fölkelni.